Az Aranybulla könyvtárban folytatódott az Aranyat érő beszélgetés sorozat. Bokros Judit vendége az ünnepi könyvhéthez kötődő beszélgetésen két legenda, a Kowalowski Márta Kovács Péter Barnabás művészettörténész házaspár volt, akik ugyan néhány éve Budapesten élnek, ám a több mint fél évszázados munkájuk Székesfehérváron nem felejtődik el. Azért is hívtuk meg őket, mert nagyon sokáig dolgoztak a Szent István Király Múzeumban, illetve vannak elődjében az István Király Múzeumban, és legendás kiállítások fűződnek a nevükhöz, és a mai napig is kötődnek a városhoz, bár most Budapesten laknak egy ideje, de visszajárnak, nagyon sok barátjuk van itt, régi kollégák, tisztelők, és elég sokan jöttek el most erre az estre is, úgyhogy remélem jó beszélgetés kerekedik, aminek az alapja egyébként Kowalowski Mártának a tavaly megjelent Mit látsz, Laca című könyve. Kovács Péter Barnabás 1985 és 1990 között a múzeum igazgatója, 1992 és 2001 között pedig főtanácsosa volt. Gyermekkorának egy részét Nagyváradon töltötte, később Budapestre költözött, majd Fitz Jenő invitálására érkezett városunkba feleségével, hogy aztán együtt váltsák valóra álmaikat. 54 évet éltünk Fehérváron, és hát ez nem úgy meghatározó, hanem az volt az életünk, és igazából ennek az emlékeiből élünk. Kowalowski Márta nagyon sokat tett azért Székesfehérváron, hogy a kortárs magyar képzőművészek megmutathassák magukat vidéken is. Ez a rendszerváltás előtt nem volt egyszerű feladat, de köszönhetően kitartásuknak, tehetségüknek és az István Király Múzeum alkotó légkörének, Fitz Jenő és Petres Éva a múzeum vezetői biztatásának és támogatásának kimagasló eredményeket értek el. Nagyon-nagyon önzően hangzik, de legelőször azt gondoltuk, talán mind a ketten, hogy hazamegyünk. Na most mi 6 éve élünk Pesten, és akkor, amikor azt a szót kimondjuk, hogy otthon, vagy az, hogy hazamenni, akkor mind a ketten Fehérvárra szoktunk gondolni. A barátok és egykori munkatársak nem csalódhattak. A hangulatos beszélgetésen megidézve a múltat, ismét megerősödött bennük az a már régen tudott, hogy a házaspár felbecsülhetetlen érdemeket szerzett a magyar kortárs művészet megismertetésében.